Mint arról korábban beszámoltunk, egy 26 éves karcagi férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2023. április 28-a Viradóra lakóházában órákon keresztül bántalmazott egy kiskorú helybéli lányt. Reméljük, hogy nem csak hogy ő vele, hogy senki mással nem történik ilyen, mert ez egy olyan dolog, hogy egyáltalán nem is tudom, hogy ez az emberke ezt mit gondolt erről, meg hogy szerintem ez nem értelmű ez az emberke, mert ilyet normális ember nem csinál. Azt tervezte, hogy a lányt külföldön a felügyelete mellett futtatja, és a saját megélhetését ebből fedezi. A sértett ezt megtagadta, ezért a férfi olyan brutálisan bántalmazta, hogy életveszélyes sérülést szenvedett. Kollégáim a férfit lakásán elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság elrendelte letartóztatását. A nyomozó hatóság az emberkereskedelem és kényszermunka büntet, valamint életveszélyt okozó testi sértés büntet miatt folytatott ügyvizsgálatát befejezte, vádemelést javasolnak, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.